Sziasztok! Egy nagyon egyszerűen megköthető és nagyon jól működő nymf megkötését szeretném bemutatni. A holog, amit ehhez használok, egy 12-es méretű, jig típusú nymfás holog, aminek a végére egy speciálisan erre a holog típusra gyártott, vágott tungsten fejet húztam, ami 3,5 mm átmérőjű. Befogjuk a holgot a satúba. Rögzítjük. Légy megkötését az altes kialakításával kezdem. Ehhez egy unisztes típusú, világos, szürke színű tesztcélát használok. Ezt néhány tekeréssel rögzítem a tungsten fej után, úgyhogy a tekerendő rétegek bemenjenek a fej alá, amitől a fej megemelkedik, így a súlypont áthelyeződik a holog tetejére. Ennek a szerepe az, hogy használat közben, holgászat közben a csalink holog hegyjel felfele úszik a víz alatt, így nehezebben akad el, mint egy standard hologra kötött nymfa. Vágjuk a fölösleget. Ugyanitt rögzítjük a boldázatot, amihez egy neonezüst színű, közepesen vastag drótot használok. Ezt ugyanitt rögzítem pár tekeréssel, majd a hologszál teljes hosszán, egészen a hologszál végéig. Innen visszaviszem a célnát a fej irányába. Majd egy réteg célnával megint a faloklész irányába. Ezt a műveletet néhányszor megismételjük. Így kialakítjuk a test formáját, ami egy szép konuszos testforma lesz. Ezután következik a kötöző célna rögzítése, amihez egy 8-as méretű tan színű célnát használok. Ezt szintén rögzítem a fej után néhány tekeréssel. Ezzel rögzítem a tesztcélnát, majd a rögzítés után ezt levágjuk. Hátra visszük a célnát faloklész kezdetéig. Ahol rögzítjük a légy farkát, amihez szürke színű CDC tólszegmenseket és fogoly nyaktól szegmenseket használok. Kezdjük a CDC tólszegmensekkel. Összefogunk pár szegmenset, majd a tólgerincről leszakítjuk. Ezt egy-két tekeréssel
rögzítjük a falok résznél. Ennek a végeit levágjuk. Túl hosszúak. Ezután nyugzatról leveszünk egy fogoly nyaktollat. A gerincről leszakítjuk bolyhos, használhatatlan szegmenseket. Majd néhány szegmenset összefogunk. Kihúzzuk oldal irányba úgy, hogy a szegmensek végei egyenlő hosszúak legyenek. Ezután ezeket összefogva szintén leszakítjuk a tollgerincről. Ezeket is rögzítjük a már korábban rögzített CDC-tól szegmensek tetején. Most ezt levágjuk. Ezután következik a test kialakítása, amihez szürke színű CDC dubbing és halvány lila spektra dubbing keverékét használom. Kezdjük a CDC dubbing felsodrásával. Ezt kis mennyiségekben egyenlően elúszva a szélnán. Felsodorjuk. Ezután veszünk pár szál lila spektra dubbingot. Ebből kevés kell. Ennek a lényege, hogy egy plusz csillogást ad a infánknak. Ezt nagyon kis mennyiségekben szintén rásodorjuk a CDC dubbingra. Ezután az altest körül feltekerve kialakítjuk testet. Szépen egyenletesen, szorosan egymás mellé feltekerjük egészen a fej utáni részig. Ezután feltekerjük a bordázatot. Szép egyenletes távolságok egymástól. Fej után néhány tekeréssel rögzítjük. Majd a megmaradt fölösleges részt darabkát leszakítjuk. Ezután következik a gallér kialakítása. Amihez szintén CDC
túl szegmenseket, és fogoly nyaktól szegmenseket használok. Megint leszakítunk pár szegmenset a CDC tollról, mit néhány tekeréssel a hát felett rögzítünk. Ennek a hosszát szintén levágjuk. Ezután rögzítünk szintén pár szál fogoly nyaktól szegmenset. Tekeréssel. Most következik a gallér kialakítása, amihez korábban használt CDC dubbing és szintén korábban használt Spectra dubbing keverékét használom. Rásodorjuk a kötöző célnál. Ezután kialakítjuk a gallért. Végkötéssel elkötjük. Kézzel meghúzzuk a rögzítést. Ezután levágjuk a cérnát. Tépőzárral megigazítjuk a testet. És kész is van a legyünk. Jó szórakozást a megkötéséhez. Sziasztok!